Kedves ünneplő közösség! A karácsonyi készülődés a várakozás ünnepi és reményteli perceiben szeretettel köszöntöm Önöket! A keresztény világban a karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Az advent a karácsonyhoz vezeti el az embert, a karácsony pedig a szeretet által egymáshoz vezet bennünket. A karácsony kicsi és nagy egyaránt várja. A kisebbek ajándékot, a felnőttek inkább pihenést, nyugalmat remélnek tőle. A karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkorban igazán alkalmunk arra, hogy rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk, és szeretteink körében békésen, meghitten ünnepeljünk. Az adventi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk és kapcsolataink rendezésére. Kiváló alkalom a félreértések, megbántások tisztázására. Ne feledjük, a szeretetünket még életünkben kell kimutatnunk egymás iránt. A sorsfordító események nem tőlünk távol, hanem itt a közelünkben, a hétköznapi életünk egyszerűségében történnek. Akkor, amikor kérés nélkül segítségére sietünk a bajba jutott embertársainknak, észrevétlenül is követjük az egyik legfontosabb tanítást. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. A karácsonyi készülődés emelkedett, ünnepélyes hangulatában térjünk vissza az örök emberi értékekhez, a családhoz, a hithez, éljük meg közösen az összetartozás, az egymásra figyelés melengető érzését. Mindannyiunknak kívánom, hogy ne veszítsük szem elől a karácsony elmúltával sem a fényt, a betlehemi csillagot. Őrizzünk meg magunknak minél többet az ünnepből. Vigyük magunkkal a karácsony fényeit a hétköznapokba is. Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Bujszántóváros önkormányzatának nevében áldott békés karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet. Kérem, hogy fogadják olyan szeretettel az Orchideák Társulat előadásában Dickens Karácsonyi Ének című zenédarabját, mint amilyen szeretettel és lelkesedéssel ők erre készültek. A képviselőtestület és a lakosság nevében hálás szívvel köszönöm a szereplők és Szaniszló Árpád fáradozását, és azt, hogy példát mutatnak arra, hogy összefogással nagy dolgokat lehet véghez vinni. Köszönjük! Este szellemi, mégpedig oly szelleme, mely mindannyiunkat kísért még álmainkban is. De ez a szellem jó és igazságos, és senki előzni ne kívánja, mert a szív hangját elfogadni nem lehet. Londonban vagyunk, valamikor a múlt század végén. Már itt meghalt, hogy ezen kezdjem, és nem sokára itt jön Scrooge, Marley örököse, vagyonának kezelője és egyetlen gyászolója. Hely ez a Scrooge! Zaklató, szipolyozó, markoló, kaparintó egy ember. Thank you.
Maga meg mit csinál? Ó, boldog karácsonyt, uram! Szenet dobtam a kandallóba, elnézést, fáztam. A pázik akkor vegyen fel kabátot. Ilyenkor minden normális ember kabátban jár. A szaunázni óhaj akkor utazzon Svédországban, az része nem pazarolja. Igenis, ször. Most már dobja fel a végén, megégette az ujját és nem tudja a munkát elvégezni. Az nem fordulhat elő. Ajánlom is, mert különben megválunk egymástól. Nem magam miatt tettem, uram, ketten várakoznak önre üzletügyben. Akkor miért nem ezzel kezdi? Boldog karácsony, ször! Karácsony! Mit óhajtanak? Elnézést, kit tisztelhetünk önben? Mr. Scrooge vagy Mr. Marley? Marley halott. Ó, Istenem, rosszkor jöttünk. Fogadja őszinte részvétünket. 7 éve halt meg. Éppen ezen az éjszakán. Ja, hogy. Persze a halál az halál. Bár... Milyen ügyről lenne szó? Uram, nem szeretnénk megzavarni ezt a szomorú évfordulót, de bizonyosak vagyunk abban, hogy ön éppen olyan nagylelkű, mint néhai üzlettársak. Márvel és a nagylelkűség, na ezen nevet nem kell. De ezt inkább adjuk, pénzre van szükségük, ugye? Pontosan, Mr. Szent karácsony ügyete van. Ilyenkor gondolnunk kell a szegény, nélkülöző emberekre is. Nem kell itt magyarázkodni, kérem. Pénzre mindenkinek szüksége van, pont. Milyen összegről lenne szó? Hát, amennyit gondolni méltóztatik. Én? Hisz maguk jöttek kérni. 10 font. Hát, 10 legyen. Felőlem akár 100 is. Ó, 100, ez nagyon szép, uram. Mi az, hogy szép? Kérem, a pénz az pénz. Legyen 1000-es. Ó, 1000 font? Hát, ez csodálatos. Ezzel fog megfelel? Gyönyörű. Példás. 20% per annum. Hogy micsoda? 20% kamat. A kölcsön fél esztendő. A heti kamatokat a pénz átvétel után azonnal törleszteni kell. Kölcsön? Kölcsön. Hát ön félreértett, pedig azt hiszem. Én nem. Azt hiszem maguk engem. Az én bizniszem az, hogy a pénzt kikölcsönözzem, nem pedig az, hogy kiszórjam az utcára a koldusok közé. Koldusok? Hát nem vagyunk koldusok. Mi egy alapítványnak gyűjtünk, amiből ennivalót vásárolunk a szegény embereknek. Tüzelőt, ruhaneműt, a sok munkanélküli ott vagynak kint az utcán. Nincsenek börtönök? Börtönök. Dologházak nincsenek? Dologházak vannak. Igenis vannak. Na hát akkor, aki éhes, menjen oda. Így el, uram, sokan inkább meghalnának, mint hogy oda menjenek. Hát halljanak meg! Legalább csökkentik a fölösleges népességet. Recsit! Kísérje ki az úrhölgyeket. Végtelenül szomorú vagyok, uram! Én is, hogy ne keserjütsük továbbra is egymást. Alapítvány, gyűlölöm ezt a szót, alapítvány. A hány az ember adócsaló van a világon, mindegyik alapítvány csinál. Tessék, itt van a takok intézete, a kéményseprő, a galéria, és még ő felsége királyi színháza is. Egyszer egy évben mindenkire rám, hogy ő keresztény. Ahó, bácsikám, megjöttünk. Itt van még ez a hülye is. Ahó, Ebi bácsi, jöjjön ki. Boldog karácsony, Mr. Fenn. Magának is, Bobby. Hol a nagybátyám? Mondja meg neki, hogy itt vagyok a két kis ünökémmel, hogy a mennyekbe rökincsük. Szerintem jobb lenne, ha ezt ön mondaná meg neki. Vigya csak ki, csirikeitek, bocikáli! Krecsit, mi az Isten haragja van odakint? Mr. Fred van itt ő szakára, és két ünőnek nevezett hölgye. Micsoda? Mi az, hogy ünővel? Nem tudom, ször, fölvehetően nőstény őzekre gondol, de akkor nem értem, miért van agancs a fejükön. Miféle agancs és kinek a fej? A rájuk én, ször, fel vannak szarmazva, mint Mr. Mather előszobájában a lovakorsban. Hát ez nem normális, be ne engedje innen, mert esküszöm, a puskámmal üzöm el innen. Hát nincs kellemetlenem dolog a világon, mint egy potenciális örökös. Nyáj, és nem vigyörög, és azt lesz, hogy mikor akar fenn a szemed. Szerintem el akar-e hívni karácsonyozni. Karácsonyozni. Na éven bel maga Krecsit. Látszik, hogy még soha nem örökölt. Ami azt illeti, örököltem, nem is kevesebb. Maga? Hát mit örökölt maga? Ezt a zsebórát. Drága atyámtól kaptam. Nincs rajta mutató, de roppant formás darab. 65 csipsz. Eredeti kínai. Szuper. Boldog karácsony, bácsikám! Kik ezek?
Kik ezek? Az én kis ünökén, köszöntsétek Scrooge-ot. Hát szálljanak le az íróasztalomról, kérem, itt fontos akmányok vannak. Bácsikám, Ebi nem ér csak őznyelven. Mi az, hogy őznyelven? Nagyon egy csókot ide a szarvacskára. Na ebből elég. Kínál az egész társaság. Olyan bácsikám, miért ilyen mogorva? Nem vagyok mogorva, csak gyűlölöm az elmebajosokat. Kik ezek a tyúkok? Nem tyúkok, őzikék. Őzikék. És mit szól hozzá a nejed? Filip, otthon süti a bújkát. Ah, hülyéri. Jöjjek át. Bácsikám, pattanjon fel a hintóba, és hagyd létezz a rossz kedvű. Nem vagyok rossz kedvű, csak ha meglátok, előbb az epe. Mondd, miért félsz te egyáltalán? Fogalmam sincs, maga tudja. Én tudom, hogy engem bosszantsál. Nyilvánvaló, szerintem azért is nősültél. Miért? Miért? Hogy hát agyvérzést kapok egyszer. Mondd, fiam, mire nősültél te egyáltalán? Azt mondd meg, hogy mire nősültél. Szeretem. Szeretem? Aj, ez krecsi. Nem azt kérdeztem, hogy miért, hanem azt, hogy mire. Érted, fiam? Mire? Ugyan, bácsikám, nem kívánja, hogy ezt a lányok előtt. Na, marsd innen! Marsd itt az egész csorda! Hát milyen legyek, amikor ilyen bolond világban élek? Karácsony! Karácsony! Hát legszívesebben az összes hülyét, aki karácsony zajlózik, a saját pudingjába megfőzném, és átszúznám a szívét egy fenyőlággal. Fúj, bácsikám, én ezt másképp látom. Számomra a karácsony örömteli vígnapokat jelent. Igaz, bocikáim? De! Ez a nap gyönyörű, csoda nap, bácsi. Szünetet magom meg a munka, bácsi. Hagyja az üzleti könyveket egy napra szállt. Őket, ha jöjjön velünk, bácsikám. Szabadon repülünk, örömünk szárnyán. Meleg otthon a jó vacsorán vár rám. Szikrázva szállt itt, ahol indul a szám. Ünnep van, jöjjön velünk, bácsikám! Üres fecsegés, gyűlögés, csacsiló csogás, szobszakarítás, csupa puta maszlak, ízelkedő léha, ifjonsz, ne remék, nem leszel te ettől soha gazdag! Gyegyeit, tehessék, gyönyörű hölgyek! Megorogjon ugyan, ha örül, könnyen! Ragyogva szállt itt a hó, vágánk a szán. Ünnep van! Jöjjön velünk! Bácsikám! Nincs oda egy álszent, faromuci babona, senkire se jó ez a lila plapla. Nem repül a szájába magától a vacsora, annak, aki vár csak a csodanapra. A jól végzett munka, öröme az igazi, mindenki tolvaj, aki lusta. Nem hiszem, hogy egyáltalán megértené Freddy. Hagyjál engem, te meg a két buta fruska. Nézd, de mogorva egy ember. Úgy gyönyörű szinte ő. Ám, de mit tudjuk, hogy jöjjön már egy boldog estén, töltsünk együtt el. Nincs is szem a családnál, mikor együtt ünnepel. Mindjárt vár, már szép ajándék már. Aki karácsonykor is halácsol, az nem maradhat a kalácsol. Induljon a szarvasztán, hovat gond a során. Mindjárt a bár, bár szép ajándék már, aki karácsonykor és karácsol, ha te maradhat a kalácsol. Nézd, mire kis
holnapát, az a nagy ajándék. Legszívesebben mindnek, aki karácsony szajgott, egy jó nagyok odavárték. Nem terem az ünnep szállákra egyedet, csőd az, ami fenyeget, ez a helyzet. Mínuszos a mérleg, és csak fokozza a mérget, hogy az ember még egy évvel öregebb lett. Ez a nap, gyönyörű csoda nap. Micsoda egy álszent faramúci babona. Szünetel magad meg a munka. Nem repül a szádba magától a vacsora. Anya az üzleti könyveket egy napra rá. Mindenki szól majd, aki lusta. Ünnep van. Bácsikám, hagyjál nekem te meg a két kutakusra! Ez kellett még nekem ráül az asztalomra, a csekkönyvömre ez a két végető tehén. Krecsit, amíg egy hangját meghallom ki magukba. Mit akar még? Karácsony van. Ja, vagy úgy, elmert. De ha holnap is a dalszínházban volt fellépni, már be se jöjjön. Kérem, ez egy patinás cég. Váltó és hitel van. Megértette? Mit akar még? Egy pulykát. Mit? Egy pulykát a családomnak karácsonyban. Na és? Hát ami megváltunk, roppant kellemetlen időpontban a hónap végén született. Hát én arról igazán nem tehetek. Nem, hát ez így állt az isteni tervben, csak gondoltam egy kis előleget. Fizetj! A semmiért! 20 éve dolgozom ennek! Akkor magának tudni kell, hogy nálam nincs előleg! Tudom, igen tudom. Hát akkor boldog karácsony, Mr. Scrooge! Boldog karácsonyt! Most mi lesz? Hazamegyek és azt mondom, nincs pulyka. Az lehetetlen. Ez olyan, mintha azt mondanám, gyerekek, nincs karácsony. Uram, én nem azt kérem tőled, hogy a vakok lássanak, hogy a holtak föltámadjanak. Most még azt sem kérem tőled, hogy gyógyítsd meg a kisfiamat. Csak egy pirinyó csodát tégy vélem. Egy két silinges csodát. Emberek, csoda történt! Egy pulykát, jó kövére! Két silinges. Itt van a többi a magáé. Köszönöm néked, jó uram! Lám. Mi kegyes vagy hozzám, édes jó uram, hogy meghallod a szólót hozzám, csak így perduban. Mert szebb egy pulyka, mint egy bába, bárki bármit mond, s te tudtad jól, hogy én neked egy pulyka kellett pont. Tény, hogy te minden percben sok csodát teszel, de a legszebb köztük az, hogy tudtad, nékem pulyka kell. Mert reménytelen volt én már egy ászos állapot, s te küldted ezt az állatot, hogy legyen mit megáldanod. Sok is 365, de egy közül rám felér az összes többivel, karácsony van, ha sinten értek, ők is újka kell. Minden évben újabb újba meg kell lenni, szíves újra
lila. Sem ézzel főzött finom zapfehely, se áponya, se talponya, minél újra kell. Abban a házban él, és abban az ágyban aludt, melyet egykori üzlettársától, Jackson Mávétól bőkölt. Ezen az estén volt fáradtan ért haza, de nem tartott sokáig nyugalma. Jacko Marley. Huh? Humbug. Kísértett járás ebben a házban, miféle szellem vagy itt? Hogyan már, nem hiszek a szellemekben. Csak egy kutyaugat, kutyaugat, pénz beszél, ebben hiszek. Mindenki folyton csak engem térítek, közben a zsebembe gyújt. Bárki bármi beszél, a pénz beszél, úgyis a pénz csak az úr. Mindegyik álszent azt hiszi, hogy átver, jaj, mi mindent össze nem volt. Csupa fontos eszme, de nincs közöttük egy se, ami fele annyit érne, mint egy font. Mindenki oktat, hogy hogyan legyünk jókok, a szülő, a tanító, a pap. De nem tanít meg senki, hogy miből fogunk enni, ha hirtelen hajonság elakad. Hiába kántának részvétet mind, egy jószerivel semmit sem mond. Nem nincsen az a részvét, ami megérne egy részvét, ám de mindegyiknél többet ér egy font. Sírnak meg rímak, meg váltókat írnak, hiszen víz nélkül magzani se tudsz. Ha találsz egy pontot, vitt, ha nem is veszel boldog, azt ne hagyd, mert nyúl utána húz. Krisztus koporsóját nem őrizték, ingyen bizony vízbe került minden ez a gond.
Thank you.
szenvedek a legtöbben. Hogy miként jelentem meg előtted, nem mondhatom el. De sokszor, igen sokszor ültem mellette, láthatatlanul. Ma éjszaka azért vagyok itt, hogy figyelmeztesselek. Van még rá reményed, van még rá lehetőséged, hogy elkerüld sorsomat. Te mindig jó barátom voltál, igazán köszönöm. Egy szellem fog megjelenni nálad. Ez a lehetőség. Én inkább szívesebben megholnék nélkül. Várd őt még mai éjjel, amikor a harang 12-t üt. Badalság! Akinek jövetelét bejelentették neked? Én. Ki vagy? Mi vagy? Karácsony szelleme. És miért jöttél? A te jó voltodért. Hát a nyugodalmas alvás sokkal inkább szolgálná a jó voltamat. Hát, akkor azért, hogy megjavulj. Vigyázz! Kelj föl és jöjj velem! Ezzel egy szempillantás alatt eltűnt a kis szoba, és a szellem Scrooge-ot régelmúlt karácsonyokba röpítette vissza. Látta gyermekkora nyomorúságos karácsonyát, amikor még intézetben töltötte az ünnepeket. Felvillant előtte ifjúkori szerelme, Bell képe. Bell, hát nem ismert meg! És visszatekintettek Fezivigétnél töltött inas éveire, amikor még vígan ünnepelték a karácsonyt. Bácsikám, jó öreg Fencivig, megjártam Amerikán. Oda meg vissza, nem soká bírt a hajózott utasnak ő mindig tudott egy jó mesét. Olyat mindig azt a nagy kerekasztal óriás hőseinél. Ő kuba túrról szörgámen a zöldkétű lovat, amelyre járnak szűzre ányos fejek hulkanak. Nagy feledéke is volt, hogy övé lesz magát. Már mondták téki, hogy nem helyes, hogyha túl sokat ugrál. Mert fogalma sincs, hogy mi is az a kicsit, úgy hívnak, hogy rád. Fencivig bóboltos bácsikám, részek volt akkor a már.
Oh,
ezzel a kisfiúval, ha felnő? Nem nő fel. Látok egy üres széket és egy elhagyott hangot. Ha minden így marad, ez a kisfiú hamarosan ágynak dől, a teste lebénul és elhalálozik. Nem lehet meggyógyítani? Lehetne, Amerikában. Ott van az egyetlen földi hely, ahol meggyógyíthatnák. És a csodák, amiről a ti megváltótok beszélt, nem léteznek? Elvileg léteznek, csak sokba kerülnek. Sokba, sokba, mégis mennyibe? Csak úgy durván. Sokba, Scrooge, nagyon sokba. Az embernek a szívét kell odaadnia érte. Ezért van az, hogy a mai kor teljesen csodátlan. Egy olyan világban, ahol az évek megfagytak, nincsenek csodák. De, hogy is mondtad, nem is baj, legfeljebb csökken a fölösleges népesség. De ki vagy te, hogy eldöss, ki él és ki hajul meg? Boldog karácsony mindnyájunknak, drágáim! Áldjon meg bennünket az Isten! Boldog karácsony! És értessétek, Scrooge urat, ő adta nekünk ezt a pompás lakomát. Ő adta, bárcsak itt volna, mondanék neki egyes más, hogy lakjék jól vele. De drágám, karácsony napján, gyerekek előtt. De hát hogy lehet egy ilyen utálatos, fukar, kemény szívű ember egészségére inni, mint ez a Scrooge? De drágám, karácsony napja van. Hát jó, iszom az egészségére, a te kedvedért, meg az ünnep kedvéért, de nem az ő kedvéért. Vég karácsonyt, boldog új évet! És erősen hamarzik kezdett. Csodálatos volt a ragyogó fények tüze, amelyek a házak ablakaiban gyulladtak. Emit azt mutatta a tűz dobogása, hogy megint családi vacsorához készülnek, és a tányérok már átmelegedtek a forró levestől. Amott a ház gyereknépe szaladt ki a hóba, hogy elsőként üdvözölhesse az érkező rokonokat. Egy ház elé érve Scrooge vidám zajra lett figyelmes. A házat is felismerte. Unoka öccse Kretházat. Thank you.
is gondolta. Majd annál jobban szégyelhetné magát. Mulatságos vagyok rá, de annyi szem. Mindenosan tudom, hogy nagyon gazdag, legalábbis én úgy hallottam. Hát aztán még azt nem veszi a gazdagságának. Én nem bírom elviselni a társaságát. Ó, én igen. Én sajnálom is őt. Akarva sem tudnék haragudni rá. Ugyan kiszenved a gonosz eszélyei miatt. Mindig csak ő van. A fejébe vette, hogy nem szeret bennünket, és nem jön el hozzánk vacsorázni. Igaz, hogy nem sokat veszít vele. Dehogy nem. Nagyon is jó vacsorát veszít el. Kis türelem, és mindjárt kész. Na, hát igaz, azt arra kedvez, hogy egy olyan kis vacsora, addig játszunk. Én már gondoltam is valami. Tehát? Nem. Félvelé? Igen. Állat? Igen. Vízbelél? Nem. Szárazföldi állat? Igen. Angliában van ilyen? Igen. Harapós? Igen. Akkora kutyára? Nem, ne találgass. Valami különleges állat? Hát eléggé különleges, én csak egyet ismerek meg. Mutatják a piac? Hát azt az, hogy nem bár lehet. Én is ismerem. Igen. Akkor megvan a nagyjárvány Scrooge. Hát jó mulatságot szerzett nekünk az öreg. Háromnak volnánk a nem imádott egészségére. Helyes! Éjjel Scrooge bácsi, és boldog karácsony mindenkinek. Boldog karácsony! A szellem ismét elindult, Scrooge pedig utána. Jelen karácsonyát maguk mögött hagyva, immár a jövő karácsonyát felé tartottak. Ott voltak a város szívében, de Scrooge-nak úgy tűnt, mintha megváltozott volna a város képe, nem volt már az, mint régen. Ott voltak az üzletemberek között, és látta őket, ahogy már nagyon sokszor. Fel alá rohangáltak, intézték ügyes-bajos üzleti ügyeiket, csörgették a pénzt a zsebükben. Egy kis csoport mellett megállt a szellem, így Scrooge tisztán hallhatta beszélgetésüket. Hogy van? Köszönöm. És ön? Köszönöm jól. Hát az a végúnc, hogy jól beadta a kulcsot, mi? Mit tud róla? Nem tudok semmit róla, csak annyit, hogy meghalt. Mikor halt meg? Ha jól hallottam, tegnap éjjel. Hát azt hittem, hogy soha nem fogja az öreg meghalni. Mi történt vele? Mit tud róla? Tudja az Isten. És a pénzével mit csinál? Talán a cégére hagyta rá, nem az biztos. Valamennyi silány temetése lesz. Ha megverne, se tudok senkit, aki elmenne a temetésére. De mi lenne, ha egy kettet meglepetésre összefognak, és elmennék? Nem is volt ötlet. Nekem tetszik. Nekem is? Rá nem még, ha lesz. Halott itt van is. Mi újság? Jó vagy rossz? Rossz. Tönkre vagyunk téve. Nem, van még remény. Hát, ha az a bén fukar megenyhülne, akkor talán igen, de a csodákban már nem hiszek. Ő már azon túl van, hogy megenyhülhesse. Meghal. És ki lesz hát rá az adósságunk? Nem tudom, de ő szóval szeretse volna, olyan kegyetlen hitelező lenne, mint az utódja. De mire ez kiderült, a pénzt is megszerezni. Akkor ma éjszaka a könnyű szívvel alszni. Hát itt van az az ember, akiről az előbb beszéltek. De ki ez Szellem? Menj, és nézd meg a feliratot. Olvasd el. Még mielőtt megtudom, felelj egy kérdésemre. Olyan dolgok ezek, amelyek megtörténnek, vagy csak olyanok, amelyek meglehetnek? Menj. De ha az ember letér az útjáról, akkor másfelé halad, és más lesz a vég is. Mondd, hogy ez is olyan, amit most mutasz nekem. Ebenézel, Scrooge. Hát én vagyok az, akiről beszéltek. Nem, Szellem nem. Szellem, hallgass rám, én már nem vagyok az, aki voltam, én nem akarok azzá lenni, amit ma mutattál nekem. Mondd, hogy megváltoztathatom ezeket. Meg fogom ünnepelni a karácsonyt a szívemben, és egész évben ünnepelni fogok, és jót tenni. Élet, mást játszik.
imádhattak hibátlanul, mert egyszerű az embernek a szolga, csak az Úr tudja, hogy mi nehéz, ha Úr. S ha mérlegre tette az életét, hát elhitt, hogy könnyű volt, Uram. Kérlek, hogy kitérd meg őt méltányosan, hisz ember volt és boldogtalan. Mert az is tény, hogy ő belőle éltünk, ha nem is mindig túl fényesen, örömesen. S ha tanulnak hívsz majd engemet a perbe, ahol ítélsz rajt, Uram. Kérlek, hogy halld meg szavam, mely felmenti őt, hisz ember volt és boldogtalan. Mint egy tól, boldog, mint egy angyal, szédülök, akár egy részeg. Nem is tudom, hogy hanyadika van ma. Vajon mennyi idő telt el azóta? Hé, fiú, milyen nap van ma? Micsoda? Milyen nap van ma, szép öcsém? Hát nem tudja, karácsony napja. Karácsony napja. Hát nem mulasztottam el semmit. Egy éjszaka volt az egész. Ahó, fiú! Ismered azt a baromfi kereskedést ott a második utcában? Meghiszem azt. Okos gyerek, ritka okos. Nem tudod? Megvan még az a díszpulyka ott a kirakatban? Nem a kicsi, az a jó nagy. Az, amelyik olyan nagy, mint én. Nagyszerű gyerek. Élmény vele beszélgetni. Még okos. No, akkor szaladj és vedd meg. Na szórakozzon, hát tudja ki vele. Komolyan beszélek. Mondd, hogy hozzák ide, kapd el, itt van egy font. Ha gyorsan szeded a lábad, megkapod a párját is. Bokrecsitékhez küldöm ezt a pulykát. Ez a pulyka kétszer nagyobb, mint a picitim. Majd én gondoskodom róla. Nem fog üresen állni a széke. Nem fog meghalni.
másnapján Ebenezer Scrooge pontosan az íróasztalánál ült. Írnok a Bob Cratchit természetesen még sehol, bár az óra már a 8:30-et is ütötte. Az óra 8:45-et üt, rohanva jön be Bob Cratchit, leteszi sapkáját, sáját, és őrült tempóban írni kezd. Hogy képzeli ezt, hogy ilyenkor érkezik? Nagyon sajnálom, elkéstem. Elkésett? Persze, hogy elkésett. Meghiszem, hogy elkésett. Jöjjön csak ide. Csak egyszer egy esztendőben, többször nem fog előfordulni. Meglehetősen vígan voltunk tegnap. Na hát mondok én magának valamit, barátom. Nem tűrhetem tovább, hogy így menjenek a dolgok. És ezért felemelem a fizetését. Nem őrültem, meg komolyan beszélek. Felemelem a fizetését, és segíteni fogok a rászoruló családján. Na, ezt még ma megbeszéljük egy forró puncs mellett. Addig is rakja meg mind a két kályát. Tudja mit, vegyen magának is egy széntartót. Boldog karácsony mindenkinek! Jönnek az énekesek! Ünnepre hív a mi, fényében ébredünk.